Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter zászlószalagot adományozott a Magyar Honvédség Szentgyörgyi Dezső repülőbázis részére. A szalagot ünnepélyes keretek között június 2-án csütörtökön kötötték fel a katonai szervezet csapat zászlajára. Maróth Gáspár, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára köszöntő beszédében kiemelte, a Szentgyörgyi Dezső repülőbázis a Magyar Honvédség egyik fő pillére, amely kiemelkedő szerepet tölt be annak komplex feladatrendszerében. Önök az elmúlt évek során katonai esküjükhöz méltóan számos alkalommal bizonyították szakmai felkészültségüket, elhivatottságukat úgy a hazai, mint a nemzetközi környezetben. Kiváló eredménnyel álltak helyt több nemzeti gyakorlatokon és rendezvényeken. A balti légirendészeti feladatok végrehajtása során 2015-ben, majd 2019-ben és természetesen napjainkban is számos feladat hárul önökre. Hazánk és a szövetségeseink légterének védelme, a szárazföldi csapatok támogatása és a hadműveleti szállítási feladatok, határvédelmi feladatok végrehajtása során. Ezen felül jelenleg az orosz-ukrán háborús helyzet további feladatok elé állítja a Magyar Honvédséget, és ezen belül az önök alakulatát is. Maróth Gáspár emlékeztetett, ősztől ismét hazánk adja a balti légtérvédelmi misszió egyik erejét. Ugyanakkor hangsúlyozta, ez a feladat most más lesz, mint az eddigiek. Mindenki, aki részt vesz a csapat nevében a balti légtérvédelem biztosításában, különleges történelmi helyzetbe fog kikerülni. Nyilván a felkészülés tekintetében nyugodtak vagyunk, mert tudjuk, hogy ez a csapat mindig felkészült. De itt most többről van szó. Kell egy mentális felkészülés is, és ebbe a mentális felkészülésbe össze kell, hogy tartson a Magyar Honvédség, a repülőbázis és a Honvédelmi Minisztérium. A pilótáinknak olyan helyzetben kell lennie, hogy döntést tudjanak hozni, akár a saját életük védelmében is. Ez most 2022-ben nem lesz játék. Azt szeretném, hogy tudják, hogy bárhogy is döntenek, bárhogy is dönt a kint lévő misszió, a Honvédelmi Minisztérium ott lesz a döntésük mögött, és teljes mértékben támogatni fogja magukat. Ugrik Csaba dandártábornok, a Kecskeméti repülőbázis parancsnoka válaszbeszédében úgy fogalmazott, a zászlószalag ékes bizonyítéka annak, hogy a katonai szervezet jó úton halad, és összefogással, hittel, valamint megfelelő hozzáállással nap mint nap eredményes munkát végez. A siker záloga a szakmai felkészültségen túl az elhivatottság, a precíz feladat végrehajtás és az áldozatvállalás a kitűzött cél elérésének érdekében. Azonban az elért siker soha nem az egyén, hanem a közösség sikere mindannyiunké, hiszen hivatásunk alapja az együttműködés, a bajtársiasság, a másik ember tisztelete. Legyünk tehát büszkék eredményeinkre, hiszen közösségünk összetartozásának szakmai és emberi kapcsolatainak kifejezői. Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokságának törzsfőnöke hangsúlyozta, nagy múltú, kiemelt alakulat kapta meg a zászlószalagot. Ez nektek egy jelkép. Nekünk is egy nagyon-nagyon komoly jelkép, egy erő. Úgy, ahogy nekünk magyaroknak a Szent Korona minden jog forrása, úgy nektek ez a zászló és a zászlószalag is minden jog forrása. Az erő, az energia és a katonai spiritus. Erre is gondoljatok majd, amikor végrehajtjátok a feladatot, a feladatokat. A rendezvény zárásaként Hankóczi Gergely alezredes református tábori lelkész mondott áldást.